Százrekesz, ami ugye azért egy elég húzós történet, ez 2400 üdítőt jelent. Több ezer üvegüdítőt rendelt be még november elején borzelmese szexádi sörözőjébe. A fiatal vendéglátost ezért is érte sokként a bejelentés, hogy november 11-től bizonytalan ideig nem nyithat ki. Ez nagy érvágás mindenképpen. Itt nagyon-nagyon sok kis vállalkozó tönkre fog menni, és bár nyilvánvalóan az ember elfogadja a kormánynak a döntését, mert hát ez van, én úgy gondolom, hogy a kisvállalkozóknak egy picit jobban össze kéne fogniuk, akár milyen szektorról is beszélünk, ami ugye összefonódik. De nem csak a vendéglátósok megélhetése került veszélybe a járvány második hulláma idején. A korlátozások és az emberek vírustól való félelme miatt a szolgáltatási szektorban dolgozó mikrovállalkozások, például a fodrászok és a kozmetikusok közül a legtöbbeknek jelentős bevételkieséssel kell számolniuk. Szekszárd polgármestere éppen ezért közgyűlési hatáskörben eljárva úgy döntött, adókedvezménnyel segíti az önkormányzata a bajba jutott vállalkozókat. A helyi iparőrzési adó tekintetében 2021-től, de visszamenőlegesen 2020. január 1-től az adómentesség határát kétszeresére emelem, mint közgyűlés ebben a hatáskörömben. Ezzel mintegy 1000 kisvállalkozónak a terheit könnyítjük. A polgármesteri hivatal munkatársai az iparűzési adóval kapcsolatos könnyítés mellett már dolgoznak egy másik mentőven is. Ez szerint az ingatlanadót mérsékelni az önkormányzat a legkisebb helyi vállalkozások esetében. Itt teljesen eltörülni nem lehet, de jelentős mérséklésével tovább tudjuk csökkenteni a kifizetendő terheket. Ezzel a két döntéssel tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez a 2000 fő, akinek segítettünk, olyan 4000 körül van a vállalkozások száma a városban. Pont azt a réteget támogatjuk, amit szeretnénk, hogyha megerősödne és a jövőben is számíthatnánk rájuk, hiszen a családokat tartanak el, és befizetői a város költségvetésének is. A Szekszárdon a polgármester által bevezetett adókedvezmény, tehát már most is nagyjából 1000 mikrovállalkozásnak segít átvészelni a járvány második hullámát, újabb 1000 kis cég pedig az ingatlanadó mérséklésével kerülhet hamarosan könnyebb helyzetbe.